Üdvözlök mindenkit, Necroprim vagyok. Hát srácok, gondoltam, csinálok nektek egy videót, hogy mi a fenét csináltam 8 hónapig, hogy nem töltöttem fel egy szerencsétlen videót egészen eddig, amíg a New War ki nem jött a Warframe-ben, mert tisztában vagyok vele, hogy mindenkit az érdekel, hogy hova a francba tűnt Necroprim. 8 hónapig egy árva videót nem töltöttem. Tudom, hogy életetek vágya, hogy reggel felkeljetek, és megnézzétek, hogy hova tűntem. Szóval hát, íme itt van a történet. Nos, nem is nagyon fokozom. Igazából csak egy boldog új évet szerettem volna nektek kívánni, és amúgy lezárni ezt a 2020-at, és hogy mihez tekintek én, mint youtuber, gamer, 2021-re esetleg hogyan alakulhat az életem. Persze nem mindent fogok elmondani, de alapvetően az, ami rátok és YouTube-ra tartozik, illetve rátok, mint a közösségre, amit szeretek. Szóval függően, hogy épp mikor nézed ezt a videót, boldog új évet neked, 2021-ről váltunk 2022-re, úgyhogy ha 2052-ben nézed ezt a videót, neked is boldog új évet, 2022 egy végé, ilyesmi, 2020. A lényeg az, hogy minden évre boldog új évet annak, aki a jövőben nézi ezt a videót. És aki most nézi, annak meg most boldog új évet. Szóval beszélgessünk egy kicsit a 2020-as évről, az én csatornám, a YouTube, és hogyan, hogy álltam ehhez a dologhoz. Mostanában, ugye észrevettétek, hogy annyira már nem jöttek sűrűn a videók, ez nagyban annak volt köszönhető, hogy a Warframe mint játék már oly szinten nem keltette fel az érdeklődésemet, és nagyban köze volt ahhoz is, ahogy a Digital Extreme band a partnerekkel gyakorlatilag, és ahogy a Digital Extreme az én szemszögemből, az én látásmódomból eladta a lelkét a nagyobb cégeknek, ezáltal inkább a profitot hajszolva, ami érthető, mint ahogy a minőséget hajszolva, már pedig amikor a Digital Extreme megalakult, ők megfogadták maguknak, ezért lettek a saját játékuk kiadói, tehát a Warframe-nek a kiadója és a gyártója tulajdonképpen a Digital Extreme, mert senki nem vette föl az ő játékukat, ugye, és ők azt mondták, kiadjuk a miénket, és minőségre fogunk fókuszálni, és nem vagyonra. Na most a Warframe is bejárta a tipikus játékok útját. Bugos volt, problémás volt, ez nem volt jó, de a készítők, az alaptagok, akiket most látsz a Warframe Deathstream-ben, ezek az alaptagok lelkesen dolgoztak azon, hogy ez a játék jobb legyen, és úgy gondolom, hogy ezt az irányt nagyon-nagyon jól meg is ütötték. És valamikor a Warframe-et rettentően élveztem a gameplay minősége miatt, a gameplay minősége miatt, a újrajátszhatósági faktora miatt élveztem nagyon, és ezt is mondtam anno először, amikor bemutattam ezt a játékot az akkori közösségemnek, hogyha nem élvezed magát a játék menetet, és annak az újrajátszhatósági faktorát, akkor unalmasnak fogod találni ezt a játékot, és ehhez mai napig tartom magam. Mostanra viszont számomra, szubjektív vélemény, számomra az újrajátszhatósági faktor eltűnt, mert nem érzem úgy, hogy a küzdelemnek értelme van a Warframe-ban, a játéknak, konkrétan a játékmenetnek, a lövésnek, a kardozásnak, stb. A modolásnak ilyen szinten értelme van már a Warframe-ben, mert nincs a miért über OP-ra modoljam magam, nincs oka. És érdekes volt, Hunter barátom a Discordon összefutottunk, és annyira jó és fantáziadús modolásokat mutatott egyes karakterekre, de üresek ezek a modolások. Úgy értem, hogy nincs hasznuk. Nagyon jók meg, jól működnek, nem erről van szó, hogy rossz modolások, csak hogy nincs már hasznuk a játékban. És ez kezdett zavarni, mert a Digital Extreme úgy érzem, hogy eltolta egy ilyen irányba a játékot, ahol kivették a játékmenetet a játékból, és csak egy ilyen divat bemutatót csináltak a játékból, és a divat bemutatót nem csak a fashion frame-re értem, hogy színezd a karakterét, hanem magából a játék menetből is egy divat bemutatót csináltak. Nem küzdelemről szól, nem túlélésről és adrenalinról szól, ahogy
ahol amikor ezelőtt 5-6 évvel nem arról szól a játék, tényleg képes volt adrenalint érezni az ember, a küzdelemben, mert annyira nehézé tudott válni a játék egy adott ponton, és annyira összeműködés kellett egy csapat részéről, hogy túléljenek. Az egészben most meg már mindenki bolygót robbant szólóban, teljesen mindegy, hogy milyen szinten. A játék régebben tényleg kihívást állított eléd, és ebből a szempontból elvesztettem a Warframe iránti érdeklődésemet, ugyanakkor mondjuk nem a lore iránt, a New War eljövetele, végre eljövetele egy nagyon jó új szemszögből nyitotta meg a Warframe-et, és még mindig, mind a mai napig mondom, aki most kezdi el a Warframe-et, egy jó pár óra szórakozást fog látni ebben a játékban, legalábbis addig a pontig, amíg eljut a New War-ig és kijátsza azt is, megerősödik annyira a Warframe-ekkel, felfedezi a világot. Ez 1000-1500 óra a lassú játékosoknak, egy 500 óra a gyors játékosoknak, amik rájönnek, hogy igazából miről szól most már a Warframe. De addig tényleg egy jó szórakozás. Szóval ezen érdeklődésem hiánya arra vezetett, hogy a Warframe-et, mint videót kicsit mellékeljem. És a Battlefield 2042 sajnos nem váltotta be a hozzáfűzött reményeimet, hogy esetlegesen egy új szekcióban indítsam el a videózást. Így mondhatni, hogy egy aféle identitás krízisbe érkeztem a csatornámat illetően. Viszont nem szűntem meg gamernek lenni. Tehát alapvetően gamer vagyok, akinek az érdeklődése nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon széles körű, és ezen széles körű érdeklődés egyik válfaja, ágazata az a szociológia tulajdonképpen. Csak az a baj, hogy ez senki nem érdekel, ugye már. Szívesen keverek pszichológiát a videóimban, szívesen keverek szociológiát, szívesen figyelek meg irányzatokat, és alkotok véleményt az irányzatokról. Azt nem tudom, és ez rajtad áll egy kérdés, hogy mennyire kíváncsi erre a magyar közösség, vagy közönségem mennyire kíváncsi kicsit komolyabb témákról. Megszűntem természetesen már gyereknek lenni a videózásban, abból a szempontból, hogy csak játékról és gameplayről beszéljek, és csak azon témákról, amik a játékokhoz fűződnek, hiszen az érdeklődésem sokkal mélyebb, mondjuk adott témák iránt, mint hogy játékok játékmenetéről és tanácsadásról beszéljek egy videóban. Sokkal jobban szeretek beszélni egy játékban felelhető réteges üzenetről például, mint hogy arról beszéljek, hogy milyen tippeket adjak, hogy végighaladja a játékon. Sokkal jobban érdekel, hogy beszéljek a Matrix feltámadásoknak a rejtett üzeneteiről, és hogy hogyan kapcsolódnak ahhoz a filmhez, mint például arról, hogy játszak esetlegesen a jövőben eljövendő Matrix játékkal, amit az új Unreal Engine-en fejlesztettek. Ja, igen, az új Unreal Engine-en csináltak egy olyan Matrix demót, baszki, kurva jól néz ki. De sokkal jobban érdekel az, hogy miért volt olyan undorító háttérüzenete a Matrix feltámadásnak, például, mint hogy játszok azzal a játékkal. Ebből a szempontból, ha kíváncsiak vagytok ilyen stílusú videókra, ahol például ilyesmikről beszélek, vagy netán filmbemutatókról beszélek, vagy azoknak az üzenetéről beszélek, miközben egy játék videó megy, mert alapvetően gamer vagyok, és ezt a hobbit nem fogom elhagyni, akármennyire is akarom, nem hagyom, ugyanolyan függő vagyok, mint ti, de ugyanakkor a témák, amik bennem vannak, és amikről szívesen beszélek, félek egy kicsit beszélni róluk, mert olyan szintű ellentétet válthat ki, nem köztem és néző között, természetesen köztem és néző között is, de néző és néző között is, amit nem feltétlenül, nem, hogy nem feltétlenül támogatok, hanem nem támogatok. Tehát én egy sztoikus ember vagyok, aki kerüli az ellentéteket, és hogyha egy mód van rá, akkor elkerüli a harcot, viszont ugyanakkor szeretem kifejteni a véleményemet, és azt határozottan elmondani, de megvitatni, és nem harcolni, és amilyen politikai állások vannak jelenleg a világban,
talán otthon is, az nem mindig vezet célszerűségre, ha egy videós vagy bárki kifejti a véleményét, mert ellentéteket szülhet emberek között, és az ellentétek nem feltétlenül jobbak. Csak úgy saját életemben, vagy mondhatni érdeklődési körömben úgy érzem, hogy elértem egy olyan stádiumra, ahol már nem lehet ezt hagyni beszéd nélkül. Tudom, hogy nagyon misztikumban beszélek, szerintem sokan sejtik, hogy mire gondolok. Jelen pillanatban is úgy gondolom, hogy a világban elértünk egy olyan ponton, otthon, Magyarországon és világ többi részén, ugye én Angliában élek, ahol már kell legyen az a pont, amikor az ember nem maradhat szótlanul, és nem maradhat anélkül, hogy cselekedjen. És innen jött nekem az a nagy dilemma, hogy hova alakítsam a csatornámat. Megmaradjak szigorúan gamer csatornának, amit természetesen számomra már nem annyira élvezett, de tudnám csinálni. De ugye én ezt a csatornát nem meggazdagodásnak szánom, hanem hobbinak igazából. És egy hobbi legyen olyasmi, ami érdekli az embert és szereti csinálni. Vagy ugye elkezdjem és beszéljek olyan dolgokról, amiről úgy érzem, hogy beszélni kell azért, hogy az emberek elkezdjenek kritikusan gondolkodni önmagukról és a körülöttük lévő világról. Viszont ugye ezek az én gondolataim, nem minden szubjektív, van ami objektív természetesen, és de minden vélemény egy vélemény és befolyásoló erővel bír. Negatív vagy pozitív irányba teljesen mindegy, mert jó és rossz fogalma nem létezik, csak van. Tehát minden jó csak nézőpont kérdése, és minden rossz csak nézőpont kérdése, erre akarok kiukadni, de véleménnyel veszélyes játszani, mert befolyásolsz embereket, és ez a legnagyobb visszatartó erőm egyrészt, mert nem akarok senkit egy másik ember ellen fordítani. Ugyanakkor természetesen ugye ott van a szólás szabadsága, már mint ha egyáltalán van még ilyen, hogy szólás szabadság. És a szólás szabadságából élve természetesen jogomban áll kifejezni azt, amire gondolok, és elmondani azt, amire gondolok. Aki emlékszik, esetleg csináltam ott egy olyan videót, hogy a videósok, vagy a modern videósok a régi kor költői. És ott erről beszéltem, hogy hol van az a határ, hol van az a határ, amikor egy média személyiség, nem hívhatom magam így, hiszen én senki vagyok a YouTube szemébe, de hol van az a határ, ahol mondjuk egy modern videósnak már fel kell állnia és beszélnie kell olyan dolgokról, ami felhívja a figyelmet az olyan társaink számára, akik nem figyelnek mindenféle hírforrásra, vagy nem figyelnek mindenféle eseményre, mert nincs idő az életükbe, de pont ránk figyel, vagy pont rám figyel az a valaki, mert hogy érdekli az, amit én csinálok, és én lehetek az, aki eljuttathat egy üzenetet ennek az illetőnek számára. És esetleg gondolkodásra vagy cselekvésre ösztönözheti. És mindezeknek a veszélyére természetesen. Ugyanakkor bújhatok amögé is, hogy minden ember önmagáért felelős. Én mondjuk ebben teljes mértékben hiszek, hogy minden ember önmagáért felelős, és hogyha hagyod magad befolyásolva lenni bárkinek a véleménye által, vagy szavai által, nem is feltétlenül véleménye által, hanem szavai által, akkor magadra vess igazából, de hogyha már hagytad, hogy ez megtörténjen, akkor vállald érte a felelősséget. Azt hiszem így tudnám lerázni ezt, lezárni ezt az egész beszélgetést, hogy a 2020-as év és ez a 8 hónap kihagyás miért alakult úgy, ahogy alakult. És őszintén mondom nektek, elgondolkodtam természetesen, hogy abba hagyom a videózás, mint olyan, és nem fogok újabb videókat gyártani. Sok mondani valóm lenne, de nem biztos, hogy megéri ez az egész, és nem beszélve arról, hogy ahova tartok jelen pillanatban az életemmel, és ez csak pozitív dolog, tehát jelen pillanatban az
életem, hála Istennek, lekopogom, jól alakul és boldog vagyok ebben a valóságban, amiben élek, és ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól esik a lelkemnek. Viszont ez az élet megkívánja azt, hogy egyes dolgokat elhagyjak, és gyakorlatilag ez az egyetlen dolog, a videózás, ami az életemből a legtöbbet vette el, vagyis az életem óráiból a legtöbbet vette el, és ezen órákat fordíthatom arra, hogy még jobban emeljem esetleg az életszínvonalamat. Hát ja, hát ez van, ez van. Mondhatni úgy, hogy a való élet beüt, és egy adott ponton véget ér az a szabadság és temérdek idő, amivel rendelkeztél, hogy mindezt a műsort, vagy rendelkeztem, hogy mindezt a műsort nyújthassam, megfokozva mindazt azzal, hogy az érdeklődési köröm és a hobbiaim azok inkább megkívánnák azt, hogy erről videózzak, vagy arról, ezekről videózzak, miközben egy gameplay videót láttuk, mert fundamentálisan gameplay vagyok, és szimplán azért, mert úgy érzem, hogy Warframe-ben ugye elértem egy karrier csúcsot, amit, ahogy szokták mondani, hogy mondjam, a csúcson érdemes abba hagyni, és fölösleges erőltetni, amikor már nem vagyok annyira otthon a játékban, mint az új generáció, és hosszú idő lenne megint mindent megtanulni. Könnyebb lenne, de hosszú idő lenne mindent megint megtanulni, vagy újra belerázódni a játékba, és úgy érzem, hogy nincs semmi új igazából, amiről beszélhetnék a Warframe-ba, vagy amiről szeretnék beszélni a Warframe-be. De a Warframe filozófiai irányzatairól szívesebben beszélnék például, vagy éppen, ha úgy adódik, tényleg politikai irányzatokról és azoknak az üzeneteikről, vagy bármi pszichológiáról és szociológiáról szívesen csinálnék videókat, filmbemutatókról és üzeneteikről szívesen csinálnék videókat, miközben egy egyszerű gameplay megy, mert hogy még mindig gamer vagyok. Csak régen 10-12 órákat játszottam, és videókat rögzítettem, és felmondtam, és lerendereltem, és megcsináltam mindent. Most már ez lecsökkent szignifikánsan kevesebb időre. És amennyi időm lesz erre, annyi időm lesz videózni. Szóval lehet, hogy kiesem az algoritmus kedvencei közül, mondhatni, nem mintha nagyon benne lettem volna, de lehet, hogy kiesem az algoritmus kedvencei közül, és ti, mint ez a kis közösség, aki szereti a videóimat, és velem van már évek óta, ti lesztek az én közösségem, mert hát milliós nagyságrendet nem fogok elérni ahhoz, ahhoz minden nap 24 per 7 kell dolgozni a YouTube-on, hogy az ember olyan szintű sikert el tudjon érni, mint például otthon a VR-osok. Szóval, szó, mi szó, egy szó, mint száz, boldog új évet, boldog 2022, sikeres 2022-t kívánok mindannyiótoknak. Kívánom, hogy érjetek el ti is az életben egy olyan stádiumba, ahova én elérhettem, és tudom, hogy nem mondom meg, hogy mi az, mert nagyon érzékeny vagyok a privát életemre, de nagyon kívánom, hogy érezzétek azt a boldogságot, amit én érzek, nem terhes senki, és nem lesz gyerekem, de hogy úgy haladjatok az életben, ahogy haladtok. Ezen természetesen vannak lent és föntek szomorúságok, és nagyon sok boldogság, és nagyon sok szomorúság, de szomorúság nélkül nem jöhet el boldogság, és minden szomorúság egy lecke az életben, és ettől érzem jól magam. Úgyhogy ezt kívánom nektek is, hogy ti is érjetek el arra pontra, amikor azt érzitek, hogy nyugalom és boldogság van az életetekben. Mert ha van valami értelme az életnek, az az, hogy számomra az az, hogy önmagam boldogságát megéljem, és önmagamat tudjam boldoggá tenni. És ezt tényleg kívánom nektek is. Ami a 2021-et illeti a csatornámon, szerintem időről időre lesz egy-két videó. Ne lepődjetek meg, ha az egy-két videó hangos véleményt, nyers véleményt, illetve megbotránkoztató véleményt fog tartalmazni. Végső soron, hát majd meglátjuk. Na,
Ennyi. Ennyi lett volna. Én nagyon köszönöm a figyelmet, srácok. Sziasztok!